élő Jézus Krisztus kegyelmével és szeretetével köszöntöm ma is a televízió nézőit, Isten hozott mindenkit a képernyők elé. Mai ige szakaszunk a János evangéliumából, a 6. részből, a 60-tól a 65-ig terjedő ige szakasz. Olvasom. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus jól tudta, hogy ezért zúgolódnak a tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Mi lesz, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt? A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek, mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. A tanítványok, Jézus tanítványai, ilyenkor még a nagy tanítványi körről beszélünk, nem csak a 12 van ott, hanem sokkal többen, és valóban egy idő után el is hagyták őt sokan. A 12 maradt, de a 12 közül is egy, Júdás, az Iskáriót belül való, aki elárulta őt, ott maradt. Róla beszél Jézus. De ne az árulásról essék szó, mert olyan sok árulás és olyan sok rossz dolog van a mi mindennapjainkban, hanem inkább forduljunk afelé, ami lélek és élet. Jézus beszéde. Kedves testvérem, örülök, hogy most itt vagy, és hallod azt, amit én mondtam, hiszen ez most Jézus beszéde volt. Azt olvastam fel betűről betűre, amit ő annak idején mondott. Valaki ezt annak idején megjegyezte, később lejegyezte, és azóta a világ sok-sok milliárd embere olvashatja, hallhatja ezt. És mi ebben számunkra az öröm? Hát az, amit a mai igében így olvastunk. A lélek és élet az örök életet ad. Megtartja az embert. Vezeti az embert a mindennapokban. A testi dolgok nem használnak. Nagyon sokan próbálnak testi úton, valamilyen úton, módon üdvösségre jutni. Végigjárnak hosszú zarándokutakat, sanyargatják a testüket, és sok mindenféle olyan dolgot tesznek a testtel, amiről úgy gondolják, hogy előnyös. Jézus azonban azt mondja, hogy nem. Az ő beszéde az, ami előnyös. Mert a beszéd eljut az értelmünkbe, a fülünkön keresztül, onnan leszivárog a szívünkbe, lesz majd cselekedetté, lesz majd döntésé, lesz majd olyan szituációk sorává a mi életünkben, amelyen keresztül azt a Jézust tudjuk megjeleníteni a környezetünknek, akiről olvastunk. Mert ez a cél. Jézus maga mondta egy másik helyen, aki titeket hallgat, engem hallgat. Szeretnénk reményeim szerint a kedves nézőkkel együtt a mai napunkon, amerre csak járunk, akikkel csak beszélgetünk, mindenkivel megismertetni ezt az élő Jézus Krisztust. Elé adni azt a lehetőséget, hogy higgyenek benne, mint megváltójukban, aki a kereszten önmagát adta a világ minden bűnéért, minden ember minden bűnéért, és aki ezt hiszi, aki ezt elfogadja, hittel a szívében, annak örök élete van. És akkor már majd ez a sok földi nehézség nem fog gyötörni bennünket, nem fog megoldhatatlan problémák elé állítani, és persze nem tesz könnyelművé sem, az sem fog megtörténni, hogy csak úgy könnyen elvetjük a dolgokat, és azt mondjuk, hogy hát, ezt Jézus megoldotta a kereszten, nem érdekes, de bizony, nagyon is érdekes. Sok fájdalom, sok nehézség az, amit ő elviselt, amit ő elszenvedett, és amit ő itt ebben a földi életben tanított nekünk, sok-sok ellentmondás azzal ahhoz képest, amit korábban tanítottak addig. Ezért is beszélünk új szövetségről, amit maga Jézus mondott, hogy új szövetséget szerzek veletek. Veletek is, és velem is, kedves nézőim, új szövetség részeseivé lehetünk, ha valóban elfogadjuk, megismerjük, és éljük Jézusnak azt a beszédét, ami lélek és élet mindannyiunk számára. Legyen így ez a mai napon is.
legyen bennünk lélek és élet, és adjuk tovább, hogy másoknak is legyen lélek és élet. Áldás, békesség, köszönöm, hogy együtt voltunk. Isten velünk, viszontlátásra!